Jó napot kívánok, ez a 724. Elégedett az ítélettel Kocsis Máté, ezt mondta, miután kiderült, hogy Ungár Klárának 2 millió forintot kell fizetnie, mivel rejtőzködő melegnek nevezte őt. Óriási volt a sajtó érdeklődés a peren, ami feltehetően nem a két főszereplőnek szólt, inkább a kérdésnek. Bűn-e Magyarországon azt mondani valakire, hogy meleg? Az. Susánszky Bence riportja. Kocsis Máté 8. kerületi polgármester érkezik feleségével a bíróságra. Ő perelte be Ungár Klára egykori politikust azért, mert Ungár korábban a Facebookon egy Orbán Viktort bíráló cikkében azt írta róla, rejtőzködő homoszexuális. Akkora volt a sajtó érdeklődés, hogy a legnagyobb teremben kellett végül megtartani a tárgyalást. Ungár Klára védekezésében arra hivatkozott, hogy szerinte nem bűn, ha valaki azt mondja a másikra meleg. Pontosabban nem szabadna bűnnek lennie. A bíróság szerint viszont az. A felkereső volt, ha látott, hogy homoszexuális, megsértette a felkeres jó hírnevét. Kocsis Máté polgármesternek tehát megsértették a jó hírét a bíróság szerint, ezért Ungárnak 2 millió forintot kell fizetnie, és az interneten bocsánatot kell kérnie. Én a magam részéről elégedett vagyok. Ezt mondta Kocsis Máté az ítélet hirdetés után. Hozzátette, Ungár támadása méltatlan volt, és főleg a polgármester családjának volt kellemetlen. Most, mióta ugye belekötött a családomba, azóta követtem, hogy ő mit csinál, látom, hogy gyakran foglalkozik a homoszexuálisok jogaival, ez nagyon helyes. Most azt kérem ezúton is tőle, hogy tegye, de ne az én személyemen, meg ne az én családomon keresztül kísérletezgessen, én nem vagyok az. Ungár szerint a per eltért attól, amit ő valójában mondott, így nem fogadta el az ítéletet. Tehát egy nagyon komoly csúsztatás, amit a bíró az indoklásban csinált, magyarul fellevezünk, másodfok, ha ott is elmarasztalnak, akkor még tovább megyünk, és a végállomás Strasbourg. A 24.hu-nak adott interjújában Ungár ma azt is mondta, ezzel Kocsis kiíratta magát a magyar meleg társadalomból. Susánszky Bence, 724.